Sziasztok, én Bálint vagyok, ez itt a Gaming Dumping, és a mai napon Civilization 6-tal fogunk játszani megint, amit legutóbb ott hagytunk abba, hogy a görögök ellen indítottunk egy háborút, ami nem igazán áll jól, ennek ellenére végignyomjuk, tisztességesen benne maradunk ebben a háborúban, és meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Ninivét szerettem volna elfoglalni a legutóbbi alkalommal, most kiderül, hogy teljesíthető ez a dolog. Ha már úgy hagytuk abba, hogy tulajdonképpen a videót legutóbb, hogy a város már majdnem megvolt, amikor bejött egy nehéz lovasság a pályára, ami rendesen megszivathatja majd az egységeinket. Kíváncsi vagyok, hogy ez akkor hogyan alakulhat. Na, viszont az én feladatom akkor az lenne most, hogy ezeket a lovasságokat, ezt a lovasságot, ezt meglövöldözzem keményen a számszerű jászaimmal, mielőtt rám rontanának. És megfelelő pozíciókba mozduljak a számszerű jászaimmal, úgyhogy például ezzel tudok rá egyet lőni mindenképpen. Viszont a másik számszerű ijásszal hátrébb kell vonulnom. Ezzel a... hát ezzel mindenképp fedezékbe vonulunk. Majd, hogy nem hazáig futok vele egyébként majd, szerintem. Ezzel a számszerű ijász sereggel pedig kivonulunk ide, és lövünk a lovasokra. Mennyire fogom megölni Kleopátrát? 14 termonukleális töltényjel. Szerintem semennyire egyébként, mert a cikkben szar a termonukleális töltény, és annyit nem sebes, csak egy kicsit megöl a lakosságból, és utána pedig ilyen radioaktív cuccokat hagy maga után. Úgyhogy teljesen elpusztítani egy civilizációt vele sajnos nem lehet. Na. Ide létrehoztunk egy izét, egy gipszbányát, ugye ez luxus nyersanyagnak számít, ami tök jó. Ebből kettő is lehet nálunk majd, úgyhogy feljövünk ide és a másikra is létrehozzuk ezt szerintem. Megüli az egységeket, egy város teljesen lenulláz, mert úgyhogy csak be kell sétálnom. Igen, de a városnak a lakosságát nem nyírja ki, ugye? Persze, igen, nyilván tök jó fegyver. De én arra emlékszem, hogy Civilization 5-ben azért egy városra sok mindent, sokat rá kellett dobnom belőle. Többet is rá kellett dobnom, nem csak egyet. Jó, a cifatban nem próbáltam ki, ez igaz. Ezzel a sereggel hátra kell vonulnom sajnos, mert így most a város is lőheti, és a lovasok is támadhatják. Ugye be kell vállalnom azt, hogy a lovasok az íjászaimat fogják támadni, de nagyon meggyengültek, úgyhogy remélem, hogy nem fognak kinyírni egyetlen egy íjászt sem. Igen, és a katapultunk az meghalt. Azt ne felejtsük el, hogy az előző adás végén meghalt a katapult egység. Na, jó van, akkor szerintem minden készen áll arra, hogy elposzoljuk ezt a kört. Ide építünk egy farmot. We have a quick way to increase our farming output. In democracy, it's your vote that counts. Meglett a feudalizmus, ugye a három farmmal. Fú, átálljunk valamilyen katonai stratégiára esetleg, itt az a kérdés. Az autokráciával egyébként egészen jó dolgunk lenne, a Capital City az plusz egy bónuszt kapta minden egyes földterület után, az nagyon durva. Viszont, hogyha oligarchiára állunk át, akkor minimum 4 combat strength, ez azért elég király dolognak tűnik egy háborús helyzetben. Úgyhogy átalakítjuk az államformát. Igen, szerintem ez tökre jónak tűnik, hogyha ezt választom. És akkor nézzük meg, hogy miket tudunk berakni. Plusz 6 City Defense, hát ez nem kell. Plusz 5 City Defense Range Attack, igen. Plusz 5 Unit Combat Strength when Fighting Barbarians, ez fasság. Production to the defending buildings, heavy light cavalry units, hát ezek azért nem olyan jók, dupla XP a felfedezőknek, vízi egységeknek ad production bónuszt. Hát igen, ez azért jó, hát hogyha ezt berakhatom, hogy kevesebb bekerüljön az egységem szerintem. Vagy ha egységeket szeretnék építeni, akkor egyébként pedig a plusz 50% production-t a Medieval and Renaissance and
melee és a lovasság. And range units. Hát végül is lehet, hogy ezt ki tudom használni. Itt az a kérdés tulajdonképpen, hogy... De jó, hogy nem tudom megnézni a... Meg szerettem volna nézni, hogy miket gyártunk éppen. Na mindegy, akkor válaszunk van. Hát akkor én a pénz csökkentést kéne. Nem, igazából nem. Basszus, ha izét kéne választani, akkor is egy termelés. Termeljünk már valamilyen egységet, hogyha már tényleg... Igen, jó, akkor ezt választom, az egységtermelést. Itt azt kéne választani, hogy plusz egy production minden városba, és akkor elbúcsúzunk attól, hogy a szent helyek 100%-os bónuszt kapnak a környező területektől. Szerintem ezt nem kaptuk meg a játéktól. Vagy megkaptuk? Hát most 46 hitet kapunk jelenleg. De várj, ez nem több volt? Na várj, csak ezt majd meg fogom nézni. Jó, most kivesszük, megnézzük, hogy csökken-e. Plusz két influence pointot kapunk, amikor nagy követeket akarunk gyártani. Jó, szerintem ez így jó. Nagyon király, eurékáztattunk még valamit. Ja, egy technológiát, amit fejlesztünk is éppen. Ugye ez volt az én módszerem arra, hogy hogyan fogjuk akkor itt a boostokat egymásra építeni majd. És akkor 46 darab hitet kapok most körönként. Nézzük meg, hogy a következő körben hány hitet kapok. Azt te takarod innen a követeléseddel. Hát a rohadt Ninivébe visszavonult a lovasság, ez nagyon gáz. Ez rendesen visszahozza az élet erejét is, ráadásul az a város. Kimozdultak onnan a... Igen, az most egy jó lehetőség arra, hogy meglőjük azt az íjászt. Mert az a helyzet, hogy most kimozdultak a városból, a város önmagában nem fog lőni ránk, elméletileg. Úgyhogy ez így jó, azt az ilyet pusztítsuk. Na, és akkor most ő 46 hitet kapok még mindig. Megnézem egyébként az előző videómban, a végéről le tudom nézni, hogy hány hitet kaptam, csak hogy összehasonlítsuk, hogy az a bónusz, amit beraktam, az egyáltalán érte valamit számomra. Mert egyáltalán nem mindegy. Úgyhogy mindjárt megnézzük gyorsan, elméletileg a... Cifot az nincs fel YouTube-on, az majd csak fent lesz. Viszont nekem van egy kész videóm róla, úgyhogy mindjárt megnézzük. Ötvenegy hitet kaptam a végén, ja és 61-et. Basszus, akkor az elég sokat számított. Aha, akkor viszont várjunk csak, akkor azt nem kérjük. Mert akkor az nagyon durva hit visszaesés. Akkor máshogy fogjuk átállítani a governmentet. You have built great cities of stone and seen early empires. Ez így logikus egyébként, mert azért tényleg az a... Úgy látszik, hogy valamiért akkor mégis megkaptam a dupla bónuszt a szomszédos területektől a szent helyeknél, ami azt jelenti, hogy ugye két darab szent helyen van, ami darabonként 6 hitet termelt nekem, ugye a sivatagból, ami mellette volt. És ez azt jelenti, hogy a 12 hit helyett 24 hitet kapok, azért mert benn van nekem az a cucc. Úgyhogy az igazából egy elég király dolog. Szerintem a... Hát igen, a minden városból leesik egy production, azt sajnálom egyébként, mert van egy csomó olyan város, mint például Zsömlepolis, meg a City of Axis, bár igazából Zsömlepolisnak talán a legrosszabb a termelése, aminél nagyon-nagyon sokat számít az, hogy van-e egyáltalán egy plusz egy termelése, vagy sem. De mindegy, majd küldünk oda-vissza egy kereskedőt, és azzal megoldjuk, de akkor ott tartottunk, hogy ezt meglőjük itt. Itt pedig azt csináljuk, hogy akkor ezzel visszajövünk.
Igen, és akkor kivonulunk a sereggel egy kicsit hátrébb, és akkor ez így jó volt. Itt megépítjük a gipsz izét, bányát, és akkor léphetünk is a következő körre. És akkor annyit látunk majd, hogy itt a lovasság vissza fog vonulni a városba, ugye? Hogyha ugyanazt csinálja a gép, mint a legutóbb, valószínűleg ugyanazt fogja, mert miért csinálna mást? Igen, és akkor a plusz 61 hit az meg tök király, azt látjuk egyébként, hogy tényleg ennyi. Érdekes, hogy egyébként menet közben, mikor államformát váltottam, akkor azt rögtön átalakította, viszont mikor beraktam a kártyát, akkor viszont rögtön nem rakta vissza, így nem tudtam megnézni a gyakorlatban, mit számít az, ami történik. Ja igen, bocsánat, itt még egy... Ja igen, ez kell nekünk, igen, nagyon király, ez maradt ki. És akkor... Igazából az a helyzet, hogy itt csak a közelharci egységek kapnak plusz 4 combat strength-t, ami annyira nem fontos nekünk szerintem. Úgyhogy maradunk szerintem a köztársaságos cuccnál. És akkor itt viszont nem is alakítanék csak annyit, hogy plusz 2 influence-t kapunk és kész, és akkor ezek itt megmaradnak, ezek kurva jó dolgok, úgyhogy ezeket itt hagyjuk. Jó, és akkor nézzük, hogy hogyan állunk egyébként a civil services-t fejlesztjük, ugye ez már boostolva van, 11 kör múlva megvan, és utána pedig a Divine Right-ot fejlesztjük, ami nagyon király lesz egyébként nekünk, mert ez igazi hit alapú dolog. Úgyhogy ez tök király. Basszus, az nagyon durva egyébként, hogy teljesen elvesztettük éjszakon a befolyásunkat a szkítáknál. Most nem tudom egyébként, hogy ebben az epizódban hogyan folytassuk a vallási terjeszkedésünket. Ugye azt mondtam, hogy az Afrikát elfoglalni lenne egy hatalmas dolog. És igen, valószínűleg az lesz, hogy akkor igen, hogy akkor Afrikára rámegyünk, és később, amikor majd vallási háborúkat folytathatunk apostolokkal, akkor majd megpróbálom legyilkolni az ellenfélnek a vallási egységeit. És úgy elvenni a városaikat szép fokozatosan egy ilyen nagyobb vallási háborúban. Nem adják olyan könnyen a vallásokat, úgy látom ebben a jelenlegi állásban ennyi tulajdonképpen. Na jó van, akkor ezzel ide mozogtunk, ugye itt felderítettük ezt a zónát, és akkor láttuk, hogy ott egy íjász, azt meglőjük. És igen, most egyébként azt az íjászt kivégezhetném, csak ugye akkor ezzel az íjász ide kéne jönnöm, és akkor rendesen kapnék az arcomba. Ugye itt meglőne egy másik íjász is, plusz a izé is meglőne az enchantment. Plusz a város nem lőhetne meg, de más íjászok mi meglőhetnének egyébként. Úgyhogy nem biztos, hogy ezt be akarom kockáztatni. Ez a kérdés egyébként, hogy meg tudnám-e ölni, ha oda megyek. Maradna egy nagyon pici élete? Aha! Az az íjász ölne meg, na igen. Akkor vissza is jöttünk. Hogy beszaltak a srácok. Oké. Azt kellene, hogy minden nőre burkát adunk, és csak is a gaming dumpinget nézhetnék. Mármint a civilizationben, hogyha minden megtörténne, amit itt csinálunk a civilizationben. Azt kéne csinálni, hogy egy olyan burkát fejlesztünk ki, aminek van egy ilyen szűrőrendszere is, még a szemet is eltakarná, és csak az én videóimat ereszteni át. Na ez lenne a nagy durranás. Ezt fejlesztjük ki itt a civilizationben most. Ez a cél. Hello, család! Na, nézzük akkor. Azt mondja, hogy... meg szeretném nézni, hogy ez a város hogyan terjeszkedik a munkásaival. Ugye ott van egy fejlesztésünk már, de ezeket a tájlokat sokkal érdemesebb kiaknázni. Nagyon érdekes, hogy hiába építettem fel a bányámat, nem nőtt rajta a termelés. Hát ez mondjuk tényleg rohadt érdekes. Ettől függetlenül érdemes lesz majd ide építenünk egy nyersanyag lelőhelyet, hiszen akkor eladhatjuk majd a gipszet. Aha.
Itt monumentet építünk, itt kereskedőt építünk, nyilván, mert megölték a kereskedőnket a görögök.810 pontból vehetek majd megint misszionáriust, de mindenképp meg kéne csinálni. Na, én úgy látom, hogy Ninive kezd meggyengülni. Úgyhogy elkezdjük lövöldözni újra ijászokkal. Olyan pozíciókból lövöm a város majd, amiből nem lőhetnek vissza, nem árthatnak nekem, csak akkor, hogyha közvetlenül ide jönnek, és bevállalnak egy konfliktust velem szemben. Úgyhogy akkor oldalra kihozok egy katonai egységet majd ide, hogy tudjam az ijászaimat, támadókat támadni, hogyha szükséges. A srácok pedig itt maradnak hátul, azt az ijász csapatot nem sokára behozzuk a harcba. Zsömle Poliszból egyébként még mindig lehívhatnék egy újabb ijász szerintem, bár jó sok pénzbe kerülne. Siege Tower-t nem szükséges most már lehívnom, azt hiszem katapultot talán lehetne, de ez az előbb sem remekelt annyira, úgyhogy ezen még gondolkodok. Illetve egy settlert bármikor hozhatok, ami tök jó lenne egyébként, mert igazán ráférne a birodalomra egy kis terjeszkedés. Bár a görögök városait elfoglalhatjuk talán, és akkor terjeszkedni fogunk. Ezt meglátjuk. Majd egyelőre tartalékoljuk a pénzünket, helyzettől függően tudjuk majd elkölteni. Hitből vehetek már egy egységet lassan. Elméletileg vehetek valami, de ez még nem a... ez még csak a guru. Aha, jó van. Meg kéne venni azt az apostolt, nagyon egyébként az a helyzet, és el kéne pusztítani az ellenfélnek a misszionáriusait egy gurunak a segítségével, ami még gyógyítaná is az apostolomat. Ezt a kettőt megcsinálnám, akkor egész jól el tudnám zárni a misszionáriusok átáradását a hinduktól mindenképpen. De lehet, hogy ezzel még egy nagyon picit várok talán. Na nézzük meg, hogy ki szeretné megvenni a gipszet. Jó, mondjuk akinek van, az nyilván nem. 6 aranykörönként, ez nem olyan sok. 10 aranykörönként, sokkal jobb. Nézzük a németeket. Hoppá, ez a vas volt. Még Ninivének nincs fal, úgyhogy nem tud lőni, igen, ez így van. Csak kérdés, hogy mikor regenerálja. Mert ha egy nagyon picit rá regenerált, akkor azt lehet, hogy én nem látom így vizuálisan, de már tud lőni. Nem tudom, hogy ezt a játék mennyire jelzik ki komolyan. Tessék, itt 10 aranyat kapunk a gipszért. Oké, és akkor úgy volt, hogy ja igen, szépen Kongót foglalgatom. Takarodj innen. Kilőttem Kleopátrára a 7 termonukleáris rakétát. És mi lett belőle? Hát gondolom burka. Vagy nem tudom. Zsömes, hogy te milyen fajjal is vagy, illetve néppel? Úgy látom, hogy az íjászaik a görögöknek most már sündörögnek a határon. Lehetséges, hogy teszünk majd ellenlépéseket, de közelebb nem megyünk hozzájuk, viszont ha ők közelebb jönnek, akkor lelőjük őket a francba. Úgyhogy ezzel a kardos egységgel egyelőre nem mozgunk, mert most tökéletes helyen van a városban ez az íjász csapat. Itt viszont még van egy munkásunk, akit át kéne küldeni. Hát szerintem ott azt a területet upgrade-elhetjük vele. Jó, itt tovább terjesztjük a hitet. Mindjárt megnézzük, hogy Kongóban hogy állunk jelenleg. 5 darab
iszlám hívő van benne, és hinduból már csak négy. Úgyhogy elkezdtük átvenni a vezetést, de a várost még nem tudhatjuk a miénknek. Ja, igen, elromlott a Minecraft, elrontották az elmentésemet a Microsoftnál. Uninstalláltam a játékot, hogy áttelepítsem a démek hajtóra, és valamiért úgy gondolta, hogy akkor az elmentésemre én nem tartok igényt. Nevetséges. Zsömlepolizból elméletileg ki tudnék lőni, ha jól tudom. Én szerintem elhagyom a várost ezzel az IS csapattal. Átjövünk ide a kardos egységgel, elkezdünk gyógyulni. Az IS csapattal helyet cserélek ezzel a kardos egységgel majd. Á, és itt van a kereskedőnk, nagyon király. Szeretnék Jeruzsálembe indítani vele egy kereskedelmi utat. Egyébként jó sok pénzt fizetne. Ez egy 10 körig tartó dolog lenne, ha jól látom. Azután lehetne megújítani. Teljesítettük a küldetést Jeruzsálem felé ezzel. Később majd lehet, hogy ad majd nekünk még. Ez azért fontos, mert Jeruzsálem ugye most felvette a hinduk vallását, úgyhogy oda nagyon kéne tepernünk nagykövetekkel. Úgyhogy ezt majd megpróbáljuk felturbózni, feltornászni. Ez egy nagyon erős vallási város lesz így. Kongó meg az Istenért nem akarja átvenni a vallásunkat. Most hogy állunk vele? Még mindig csak 5 darab az iszlámon. Hát ez nagyon gáz. Oké, csináltok library-t. Meg madrasszát. Miért rákoz a madrasszát, az nem tudom, de így kell. Így írják. És ez is adna nekünk hitet, ami nagyon király itt a kultúra, illetve a tudomány és a hit, az kéz a kézben jár. Ez azért nagyon durva. Ennél a népnél. Én egy izét szeretnék egyébként. Egy telepest szeretnék csinálni. 20 kör alatt készülne el Szellemvárosban, a fővárosunkban. Hát lehetséges, hogy a telepest akkor inkább megvesszük. Vagy csinálok is egyet és megvesszük. Mert nagyon-nagyon agresszívan kéne terjeszkedni szerintem most már. Úgyhogy jelenlegi seregemben tulajdonképpen el vagyok. Nem hiszem, hogy most egységekre kéne költenem. Ja, nyomjunk egy telepest. Már az előbb is gondolkodtam rajta, de most ilyen megjött az elhatározás, azt hiszem. Vettünk egy ilyet. És akkor nézzük, hogy hova ajánlja a játék a városépítést. Hát igen, igazából én is ezekkel gondolkodom, hogy kb. Ide kéne lerakni. De úgy, hogy elérjük egyébként a márványt, mert az egy olyan luxus cikk lenne nekünk, ami fontos. Hogyha ide raknám, akkor az nem lenne rossz. Végül is itt a három búzával jól megnőne a város, aztán ide kinyúlhatnék a márványokért később. Itt van sivatag is egyébként, ami jó lenne arra, hogy ha ide rakom ugye a telepem, a városomat, akkor hogyha ide kinyúlok ehhez a sivatagi zónához, akkor itt megvan a 6 darab kör körülötte, amivel ugye meg tudom csinálni azt, hogy maximális legyen a Holy Site-nak a szomszéd bónusza. Ugyanígy ezt meg tudom csinálni egyébként Zsömlepolisznál is, hogyha ide rakok egy ilyet majd. Úgyhogy igazából ez egy tök csábító hely. Szerintem nyomuljunk arra. Ja, és vehetek egy misszionáriust, és akkor szerintem azt megvásároljuk, de most akkor City of Axis-ben meg tudom vásárolni, mert ugye itt is megkapom most már rá a plusz 4 darab bónuszomat, illetve azt, hogy akkor ez a misszionárius 4 darab hitet tud csinálni nekünk, mert itt is van mecset. És akkor azt jelenti, hogy megyünk Kongó felé ezzel is, hiszen Kongó még nem a miénk vallásilag. Bár azt nem tudom, hogy miért ezen az úton akar menni, akkor
9 kör alatt elérnénk. Aha, igen, hogyha átvágunk a dzsungelen, akkor meg itt lesz a 9 kör, értem, oké. Okay. Akkor menjünk arra majd. Ho-ho-ho-ho-ho-ho. Alakul itt valami. Aha. Jó van, a görögök rendesen betámadnak minket, úgy látom. Na jó van, kezdhetünk félni, azt hiszem. Tehát, mi lenne, ha meglőnénk ezt a rovas sereget? Így. Még jó, hogy ezt idehoztam, ezt az IA-s sereget, mert most akkor szintén rálőhetünk a lovasokra. Illetve ezzel az IS csapattal kivégezhetem a lovasokat, de mindenképp elindítanék egy visszavonulást. Na és akkor a nehéz lovasságnak búcsút mutat Görögország, nagyon király. Ez jól esett. Ide pedig nyomunk egy, hát igen, egy Lumbermill-t. Logikusan. Mert egyébként a Bolond City-vel elnyúlhatnánk a márványikon, nagyon szeretnék, csak ugye itt is lesz egy városom, ami erre képes lenne. Hát jó, ez itt. Mi várjunk csak, igazából nem. Áthozom ezt a munkást ide, mert az új városomnak szüksége lesz majd arra, hogy műveljem a földjeit rögtön, amikor elkezdem megalapítani. Úgyhogy ezt a munkást megspóroljuk most. Jó, és akkor az utolsó átállításunkat használjuk el Kongóra. Hát nem lett iszlám Kongó. Viszont szépen visszaszorítottuk a hindukat a városban. Basszus! A rohadt életbe. Megint elvesztettem egy íjász egységet, ez nagyon fájt. Ráadásul, hogy tudta megölni egy ilyen szaros kis féléletű íjász egységgel az enyémet? Nagyon durva, hogy ezt így le tudja nyomni. Jó van, cserébe elveszem én is egy egységét. Zsömle Polisban meg nem lesz meg, úgy látom egyébként a 10-es szint. Annak ellenére sem, hogy rengeteg kaját termelünk, mert maga a housingja, az meg az amenities, ugye, ami a szórakoztatás lenne, az nagyon alacsony, úgyhogy nem tudjuk ezt a város rendesen fejleszteni most, hogy pedig nagyon kéne a 10-es populáció, mert az upgrade-elni az egyik kulturális célunkat, ha jól emlékszem. Granary-t fejlesztünk a városban, az világos, persze, csak a Granary-t azt megvásárolni 780-ba kerülne, az adna nekünk két housingot, ami nem lenne rossz. Hát mindegy, egyelőre nem tudok vele foglalkozni. Luxus nyersanyagokat pedig most szereztem, és ennek ellenére sincs elég. Majd lesz a márvány elméletileg, ugye az is luxus nyersanyag, és itt van gyémánt is, csak hát azt a görögök már benyúlták. Akvadukt kell neki. Egyébként igen, logikus. Meg lehetne építeni, egy év lenne, mire elkészülne. Rohadt erősek ezek a számszerű jászok. A görögöknél szerintem biztos van valamilyen hadi bónusz, valami... Bár igazából nem tudom, hogy van erre bónusz. Na, viszont...
kifejlesztettünk valamit megint. Na és akkor itt kéne egy olyan, hogy government with hot politics slot. Fejlesztük az education-t addig, amíg ez nem történik meg. És akkor itt, igen, hát ezen rajta vagyunk, hogy ez a hat politikus, politik slot ez megtörténjen. Monarchiával? Meg lesz. Tehát az még 29 kör. Az tök jó, hogy abban benne vagyok, az úgy tök rendben lenne. Mihez kellett nekem a 10... 10-es népességű város egyébként? Valamihez kellett. Tök túl, hogy ezeket is elérhetem, ezeket a későbbi célokat, csak ugye itt az van, hogy a ezt kéne, build két market, aha, ezt kéne elérnem majd. Igen, mert igazából ez a teokrácia, ez tök jó. Ez nagyon jónak tűnik. Ez pont az, ami nekünk kell szerintem. Nem olvastam el, de biztos, hogy jó dolgok vannak benne. Na jó van, menjünk rá. Szerintem akkor arra, hogy azt a hátsó számszerű ilyen csapatot elintézzük. Ezt igazából egy lövésből kinyírom. Jó, nagyon jó. Visszavonulunk ezekkel, viszont mert szegények nagyon legatyásodtak. Jó, és akkor ide jövünk elkészíteni az új városunkat. A következő körben meg lesz. És nagyon jó, egy kicsit visszavonult a görög seneg. Gondolom a számszerű ijászok fejlesztettek. Hát, hogyha volt elég XP-ig, akkor fejleszthetett rajta, akár. Na, akkor újra lőhetjük Ninivét. Igen, és upgrade-eljük a földeket, hiszen az ad nekünk, hát mondjuk igazából most, igen, több kaját, tök jó, több kaját kapunk belőle, nagyon király, és akkor egy water mill-el kezdünk, ez teljesen alap minden városban. 960-ra rögtön megvehetném, de szerintem lenyomjuk izéből, nyers erőből. Idővel meg lesz. Szellemvárosban még mindig 20 kör az, hogy megépít, még a settler még mindig 20 kör, az mi a rákér? Ez a múltkor is annyi volt. Város neve legyen bűnvárosa. Gaming dumping. Ja, oké. Látom, be is lett váltva a névgenerátor. Oké, akkor ezt jóvá hagyom. Kérelem kezelése. És akkor átírjuk a nevét. Parancsolj. Kurva jó, imádom, hogy így megöltem a görögöknek az egységeit.
Igen, ezek a számszerű jászok, ezek rohadt erősek, és az a helyzet, hogy annyira kicsi a védelmük szerintem, hogy egymást simán leírtják, úgyhogy itt annak van előnye, aki elől megtámadja a másikét. És az nagyon durva, hogy két egységgel rögtön kinyírsz egy egységet. Hoppá, ez bevonult a városba, az viszont ciki. Onnan viszont lőhet majd minket. Na ez a szomorú nagyon. Abban biztos vagyok egyébként, hogy... Ugye ezzel ide vissza kell jönnöm. De valószínűleg ki fog lőni a számszerű jászokkal az enyémmel, és innentől kezdve meg... Hó, de jó. Jól elhúzott. De ezt jól el is cseszte szerintem, már nem azért mondom. Most igazából azt a városban tartani nagyon fontos lett volna, ezért mondom az éjjelsz néha tök hülyeséget csinál. Na, kaptunk egy olyat, hogy... Jó, hogy ez mondjuk egy... Ez nem rossz, hogy egy említis, amikor egységek vannak a városban. Plusz kárcsort kapunk, az is jó. Jó, hát de viszont nem fogunk politikai izét változtatni emiatt. Utána megyünk annak az íjásznak. Ja, csak nem tudok utána lőni, de szomorú, mindegy. Akkor ezzel lövünk utána. Az angolok várost építettek Afrikában. És protestáns vallást terjesztenek. Az mi durva már? Nem semmi. De végül is nincsenek olyan messze, mert nagyjából itt lehet a fővárosuk. Kár, nincs bejelölve, de itt van. Ja nem, ez Hongkong. Csak a színt néztem, bocsánat. Tipik angolok, jaja. Érdekes, hogy ezekben a városokban most jelentősen csökkent a kelet-ortodox behatás valamiért. Sőt, el is tűnt. Furcsa. Én úgy látom, hogy a görögök íjászai azok visszavonultak teljesen. Úgyhogy akkor most megint olyan pozícióban vagyunk, hogy bátran lőhetjük Ninivét, az az egyetlen probléma, hogy csak két számszerű ilyen sereggel tudom ezt megtenni. Így nagyon lassan fogjuk a városnak levinni az életét. De... Én nem tudom, hogyha a katonákkal támadnám egyébként a várost, akkor az... Az lehet, hogy az is megérős lenne most már. Úgyhogy menjünk rá erre a módszerre, hogy akkor a katonákkal is egy kicsit beszállunk ebbe a város támadásba, hogy hamarabb meglegyen a város. Jó, van, és akkor mehet tovább. Te nem ismered a térképet, Európában van, katonákkal vonulj be, azokkal érdemes. Gábor, ne szórakozz velem, hát az angolok nem Európában vannak, hanem Ausztráliában. Az angol főváros Ausztráliában van. Nem, azok nem gyarmatok.
Konkrétan ott van a főváros Ausztráliában. Basszus, itt van egy görög telepes csapat. Ezt mennyire el kéne innen hozni? Talán, hogyha ide bevonulok, akkor kicsit közelebb merészkednek, és rohadtul rájuk mennék. Jaj, de szeretném őket. De szerintem visszavonulnak, nem hülyék. Basszus! Zsömlepoliszt el akarják a katolikusok foglalni. Hoppá, mondjuk itt ezt elrontottam rendesen. Ezzel nem szólott volna ide jönnöm még. És ez a vicc, hogy azzal, hogy kitámadok erre megint. Most Zsömlepoliszt szépen, illetve Zsömlepoliszt Ninive szépen visszaregenerálja az életét, az elvesztett életét. Ó, hogy lehet, hogy a bűnvárosát akarják átállítani? Vagy lehet, hogy tök másfele mennek Bolond City-re? Na jó, van, támadjuk a várost. Na, itt van egy misszionális csapatom, aki elérte Kongót, egyébként Kongó időközben átállt. Szóval a Kongó mostantól már követi az igaz hitet. Basszus, hogy van? Na így. Igen, 7 darab iszlám követővel, úgyhogy akkor szerintem mehetünk Kaminába, vagy Bumbába, Jambóba, nem tudom melyik lenne jobb. Itt egyébként durva angol behatások érik Dél-Afrikából ezt az egész vidéket, basszus. Nagyon be kell vonulnunk akkor valahova, hogy erősítsük ezt az iszlámot. Bumbából, Jambióból fogunk, és igen, ebből a két városból fogjuk Kisumut visszaszorítani először, és onnan haladunk majd tovább. Kaminát meg most elfelejtjük, az egy 10-es népességű város, az rohadt nagy. A kisvárosokat fogjuk először elvinni, mert azok terjesztik majd a vallást szerintem jobban, ha azokat teljesen átállítjuk. Nem tudom egyébként pontosan, hogy működik a dolog, mert lehet, hogy lakosság méret is számít, amikor két város terjeszti a vallását. Logikusan számítana, de nem tudom, hogy pontosan ez mennyit számít, hogy hány lakos van benne, hogy ez mekkora szorzót ad. Gábor, vigyázz magadra egyébként, mert egy ilyen durva káromkodás egy hétre kitilthatnak. Ez teljes mértékben megfelelt annak a szabálynak, egy hétre vonatkozik. Egyetlen szerencsét, hogy Zotya ilyen rendes veled. Na, viszont egyébként meg, hogyha érdekel, hogy néz ki a térkép, akkor meg a YouTube-on van egy legelső CIV videó, a legelső CIV streamben, ott körbemutattam a világ térképet, úgyhogy az egész világot felfedeztem, és ott megmutattam egyébként, hogy kik hol helyezkednek el, és ott van, hogy Anglia most ebben az állásban, Ausztráliában helyezkedik el.
A legelső YouTube videó első 10 percében szerintem benne van. Ja, a katolikusok rámentek a bűnvárosára. A bűnvárosa katolikus lett. Fasza. Hát minden, ezt majd később orvosoljuk valahogyan. Nélkül tényleg létre kéne hoznom valamilyen apostolt, ami ezeket kinyírja, ezeket a misszionáriusokat. Japán kezd velünk jobban, jó, egyre jobb viszonyban lenni, ez tök jó. Szépen visszük le Ninivét. Megyünk Bumba felé. Na, a Kleopátra kéri a fémet, de nem adjuk neki oda. Ráadásul rohadt keveset ajánl érte. Szkíteket tök jó lenne bevonni ebbe a görögök elleni háborúba. City of Exis-ben elkészült a monument. Nagyon, nagyon büszke vagyok erre a városra egyébként, nagyon szépen fejlődik. Egy commercial hubot tök jó lenne vele megépíteni, csak az a baj, hogy arra még azért nem elég tökös. A körülötte lévő tájlok azok mind meg vannak művelve. Úgyhogy nagyon szépen hozza, amit kell. Plusz 3 hitér. 66-ra menne fel. 59-ről. Nem többet hozna, hogyha raknék embereket imádkozni, de annyira nem ér sokat a hit. Úgyhogy mindegy. A fűszert el kéne hozni vele, basszus, az durva lenne. Anglisé... England, anglis baszki. Anglus. Angol építők vannak itt a fűszerenél, nem tudom, mit kerestek itt egyébként. De szálljanak le a fűszeremről, mert azt én akarom magamnak. Majd egyszer. Hát a Granary logikus lenne. Egy idő után úgyis meg kéne építeni, és az a 23 kör az egy reális megépítési idő. Nyomjuk. Anglusok, van ilyen szó, legit. Ennyi. Kardos csávok nem nagyon akarnak gyógyulni most, azért mert ellenség területén vannak, vagy csak azért ilyen rohadt lassan gyógyulnak, azt nem tudom. Tehát az biztos, hogy ez az angol, illetve nem angol, hanem ez a kardos csapatom, ez előbb felgyógyul a városban, úgyhogy egyszerűen helyet fogunk cserélni velük. De egyébként, bocsánat, akkor viszont végrehajtunk ezzel a csapattal majd egy támadást. Na, takarodjál már innen.
És akkor a következő körben helyet cserélek a másik kardos csapatommal, és akkor majd azzal átveszük a támadást. Itt ezt a bumbát átállítjuk. Üdvözöllek az iszlám vallás közösségben. És akkor megyünk tovább Yambio felé. Ninive most már nagyon meg fogja szívni. Ezekkel ide vonulunk erre, ezekkel bevonulunk ide. Nagyon durva, itt a gépek sorra húzzák fel a vondoröket, én pedig az alapépítő egység, az alapépületeimet sem építem ki minden városomban. Zsömlepolisban most Granary-t építünk, City of Axis-ben még a Granary-nél tartunk. Itt a bűnváros az oké, okay, az most készült el, és akkor itt egy-két jobb városomban már van egy-két disztriktem is kész, és ennyiből áll most az egész mindenség, amit összeraktam. És az a baj, hogy amíg nem épül ki nagyon jóra ez az egész, addig egy csomó wonderről lecsúszok majd. Na, megérkeztünk Yambio mellé. Még van 3 térítési pontunk, úgyhogy akkor elméletileg... hát ez azért, ez erősen... hindu ez a város, úgyhogy ide mindent bele kell nyomni. Be kell fogni a nőket, hogy wondert építsenek, mint az H2-ben. Azaz, azt kell. Aztán a végén kinyírjuk őket, igen, az új wonder lábainál. Feláldozzuk őket. Mint kőműves kelemen. Nét. Krippelem. Jó, van nyugodtan. De nincs benne hazugság, szóval mindenki tudja, hogy a legjobb kötőanyag az a női vér a malter után. Spread religion. Jó van, nyomjuk rá tovább. Basszus, ez a katolikus misszionális, ez még mindig itt mászkácsaszlat. Kéne neki a cukor. Adjuk neki a cukrot. Jó. Meg még körül kéne nézni, hogy kinek kell cukor a vidéken. Ó. 7. Hát most persze ingyen arany, 7 aranyat ad azért, hogy megnyitjuk a határokat. Vigyed. Ja, persze azt gondoltam mindjárt, hogy valakinek csak a marka üres, és csak tartja a markát. Ninivében most rohadtul bevonulunk. Győzelem. Nagyon király. Az első város, amit elfoglaltam. Nagyon rendben van. És... kiterjesztettük a birodalmunkat. Yeah! Na, mégiscsak volt értelme ennek a háborúnak. És ott van egy görög építőegység, amire majd rá is kéne menni.
Lehet új várost elnevezni, mert jelenleg Ninivét átneveztük Al Masville-re. Úgyhogy adhattok neki valamilyen másik nevet. Ha szeretnétek. Hello, Dú János. Üdv a streamben. Nézzük csak, vehetek új egységeket hitből. Na most az a helyzet, hogy most már elgondolkodtató az az apostol dolog szerintem. Nézzük csak meg. Igen, igen, igen. 1200-e megvehettem, és van rá pontom. Itt is van egy hindú vallási terjesztő. Úgyhogy, úgyhogy szerintem megveszem az apostolt, és elkezdjük szétcsapkodni ezeket a szemétládákat, ezeket a rossz fiúkat. Na, és akkor igen, itt kérdezi, megtartjuk a city-t, megtartjuk a city-t. Itt terjesztjük tovább a vallást, Jambióban. Nagyon király. Egy újabb várost üdvözölhetünk az iszlám vallási közösségben. Na, így jelentős hatalmunk lett Afrikában, viszont megyünk majd tovább, később. Kisumuba, Kaminába, és kiírtjuk innen az angoloknak a rohadt protestáns vallását. Chose Production. Fú, milyen gagyi várost kaptam, itt a világon semmi nincs benne. Watermilt. Jó, hogy ezt meg kell javítani. 14 kör alatt megjavítjuk. Nagyon király, ez tetszik. Legyen a neve Burka. Új neve legyen El Alamien. Miért, az mit jelent? Hello, tudok egy város nevet, Bálintgrád. Jó, az is jó lenne, csak az a helyzet, hogy nektek kell beváltanatok a pontot, érte? És én még úgy látom, hogy nem született népbeváltás most, úgyhogy Dömpergumért be lehet váltani egy nevet, és akkor azt, akkor akár Bálintgrád is lehet, hogyha azt akarjátok, meg lehet akár izé Burka, meg lehet akár izé Áll, nem tudom micsoda, Alamien is. Na, Dú János megkapja az utcsómat. Ja, mert izé, mert Kolamci szerette volna, igen, most már emlékszem, igen, azért írtad, hogy nem jut eszedbe, hogy Kolamci mit akart. De igen, neked ugye van még zsombesajt egyed. És akkor azt mondod, hogy a Dú Jánosnak a Bálintgrádja legyen érvényben, és akkor levonjuk zsömlesajt tőled ezt a népbeváltást. Te beváltottad, Gábor? Hadd nézzem. Ja igen, igen, tényleg. Jó van, és akkor látom, hogy itt van Bálintgrád. Jó van, akkor nem kell zsömlesajtnak. Oké, akkor ezt elfogadom. Kérem meg kezelésed. Oké. Fú, egyébként angolok szeretnék a gipszemet. Adnának érte jó sok mindent. Ez igazából tetszik, ez az ajánlat. Ez nem egy rossz ajánlat. Jó, van, ezt elfogadjuk. De egyébként várjunk csak, ő nem akar inkább cukrot a helyett? Ah, nem. Valamiért mindenképp a gipszre fáj a foga. Aha. Cukoré nem sok mindent adna. Ezt nem fogadjuk el. És most már nem adná érte ugyanazt, mint az előbb. Na jó, van, húzzál innét. Az előbb még 8-ot akart adni érte, most meg már csak 5-öt. WTF. Na. Adna nekünk fűszert. 5 darab aranyat körönként. Nem rossz, de nekem inkább jobban kellene a pénz, úgyhogy mi lenne, ha pénzt adná nekem? Basszus, nem. Kérem a fűszert. Ezt megint kapok egy olyan ajánlatot, amit utána nem fog tartani. Ez így jó, 5 arany körönként plusz a fűszer, ez így teljesen király. Egy darab cukorér. Na. Jó van, akkor bocsánat, még a város nem neveztem el, de rajta vagyok az ügyön. Tehát...
Na. Most mi a rák van? Bálintgrád. Helyben vagyunk. Ezt a várost az életem árán is az utolsó csepp véremig tartanom kell innentől kezdve. Akkor is tartani fogjuk a Bálintgrádot, hogyha elpusztul Zsömlepolisz, hogyha Szellemváros bánja ennek az árát. Bálintgrádot mindenképp tartanunk kell innentől kezdve. Ez becsületbeli ügy lesz a jövőben. Na, nem tudok kikapcsolni innét. Tehát Stalingrád referencia. Az lesz, igen, igen, az. Pontosan. Na jó, van akkor... mi a helyzet? Van egy előléptetésünk? Ja nem, egy apostolunk van. Na, érdekes... ez nem biztos, hogy ez az, amit én... ezt látom, hogy promócióra... hol tudom én itt ezt? Érdekes. Milyen promotion? Milyen előléptetés? Itt semmi ilyen. Van ilyen, hogy... evangelizálás. Na várjunk, jó, nézzük már meg ezt, hogy ez mit csinál. Ja, basszus, ezt sokkal korábban meg kellett volna csinálnom, te jó ég. Hát itt plusz bónuszokat kapok a vallásra. Plusz két hit minden városban, ami ezt a vallást követi, más civilizációkban és város államokban. Ez elég jó. Ez elég király. ...30%-kal erősebbe, távolabbra terjed a vallás. 25%-kal erősebben terjed a vallás. És hogyha ki lesz fejlesztve a nyomtatás, akkor az 50%-kal erősebb lesz. Ez nagyon király dolog egyébként. Ez rohadtul kéne nekünk egy ilyen 25%-kal erősebben terjed a vallás. Csak az a baj egyébként, hogy az apostolnak szerintem lett volna még feladata, amit megcsinálhat, úgyhogy lehet, hogy csinálunk egy olyat, hogy kipróbáljuk az apostolnak a használatát máshogy, mert ugye magát ezt a evangelizálás, vagy micsoda, ezt megcsinálhatjuk azután is, hogy szerintem használtuk magát az apostolt olyan dolgokra, hogy terjesztjük a vallást, kinyírunk misszionáriusokat, és utána ez működne vele. Evangelizálás azt jelenti, hogy lesz szent könyvetek. Ja, értem. Oké. Én azt tudtam, hogy így a bónuszokat megkapjuk belőle. De igen. Igen, mindenképp érdemes kitérni ezekre a fontos részletekre, azért legalább értsük azt, amit játszunk. Hello, Kallamaci. Üdv a streamben. Azt, hogy inkvizíciót indítok például ezzel az egységgel, az nem tudom, hogy az mit jelent majd, hogy ilyenkor eltűnik-e az az egység, nem használhatom másra, nem csinálhatok vele szentkönyvet. Ezek tök jó kérdések. Próbáljuk meg azt, hogy először kinyírjuk ezt a spanyol misszionáriust például. Elméletileg én ezt... mármint én úgy tudom, hogy ez arra jó, hogy ezeket az egységeket megöljem, de én most úgy látom, hogy nem biztos. Olvassuk már le még egyszer, hogy mit tudnak ezek az apostolok. Ja, hogy a izével.
tudja ezt a kombatot létrehozni, ezt a inkvizíciós izével, Inquisitionnel. Jó, és hogyha ezt hozom le, akkor mi történik? Ezt látom, hogy eltűnt. És ennyi? Hozhatok le Inquisitort. Aha. Feláldozta magát, hogy Inquisitorokat hozhassak le. 450-ért hozom le, ami nem rossz ár, és ezekkel az Inquisitorok, ezekkel rendesen megfingathatnám a többi misszionárius, de sokkal fontosabb, hogy a városok most 25%-kal erősebben terjesszék a vallást, úgyhogy azt fogjuk elhasználni, hogy csinálunk egy szent követ, és később majd egy másik alkalommal lesz egy apostolunk. Ezekkel az infokkal tanulságosá tesszük a játékot. Igen, egyébként nyári szünetben is kell tanulni, mint mondtuk korábban. Ugye a történelem óra az kezdődik majd az évelején. Akkor azért legyünk képben, azért legyen egy kis ilyen passzív tudásunk így a világról, amit így bármikor elővehetünk. Egy ilyen kis mindenből tudunk valamit, mindenhez hozzá tudunk rakni, mindent tudunk építeni mindenre. Ez fontos, mert amikor majd olvassuk ezeket a dolgokat az órán, szeptemberben, ami nem sokára itt van, mert nagyon hamar elterik a nyár, akkor, hogyha ezek az apró kis kapocsok meglesznek, akkor majd tök jó lesz, mikor majd tanultok róla, és akkor így könnyebben meg lehet majd tanulni, hogy lesz mihez kötni a dolgokat. Köszönöm a követést, Dó János! Na jó, van akkor, tehát ott tartottunk, hogy egy szent könyvet csinálunk. És akkor kérjük a 25%-kal erősebb vallási terjeszkedést, szerintem. És akkor eddig úgy néz ki a vallásunk, hogy a következő bónuszokat kapjuk belőle. Plusz egy ilyen boldogság, vagy mi a fene szórakozási pont, hogyha két speciális disztriktje van egy városnak. Tudjuk csinálni ezt a, hogy hívják ott, mecsetet. És van itt még egy olyanunk, hogy... Ja, de basszus, egyébként ti meg fogtok engem ölni, de a vallási terjesztést ettől függetlenül még használhattam volna szerintem. Jaj, annyira sajnálom, hogy most itt ennyi töltőképernyő van, de tényleg az apostolokkal a vallási terjeszkedést, azt annak ellenére, hogy az inkvizíciót elindítottam, eltűnt az egység, az egy dolog, de hogyha viszont egyszerűen csak egy vallási terjesztést nyomok egy közeli bálosra, ugyanúgy, hogy egy misszionárius, akkor elméletileg ugyanúgy tudom használni utána a szent könyvet. Úgyhogy... Egyébként az a helyzet, hogy nagyon sok stratégiai játékban van olyan, ami körökre osztott, hogy az adott kört újra tudom kezdeni, és nincsenek ekkora betöltési idők, és én itt a CIF-ben nem találtam ilyen opciót. Pedig ez tökre fontos lenne. Nincs egy vészes gépigénye, most az SO-ról van szó, meg 3000 forint legfeljebb az alapjáték. Egyébként igen, mondjuk az Elder Scrolls Online az tényleg egy jó régi játék, az MMO-k meg, ha jól tudom, inkább processzor igényesek, mint videókártya igényesek. Úgyhogy, de hát, hogy ez arra is igaz, és akkor nem kell egy bazi drága videókártya hozzá. Semmiből ezt meg kell tanulni, bármint te még kezdő vagy nem úgkod. Jó van, oké, örülök, hogy elnézők vagytok. A töltőképernyő egy olyan áldozat, amelyre hajlandó vagyok, annak érdekében, hogy burkát adassunk a világ női népességére. Na, szeretem ezt a hozzáállást. Szóval a lényeg az, hogy az apostolokkal most elmegyünk, és valamilyen városban terjesztjük az igét. Például 13 kör alatt Kisunkban vagyunk, 12 kör alatt Kisunkban lennénk. Fontos lenne persze, de a bűnvárosát és Zsömlepoliszt és a Bolond Cityt is át kéne állítani a mi oldalunkra. Most már szerintem épp ideje lenne rendet teremteni itthon. És úgy látom egyébként a szkítákat teljesen elvesztettük. Basszus, egy rohadt tízét nem kellett volna ide küldenem a mocskokra. Teljesen átálltak a kelet-ortodoxokhoz, illetve teljesen átálltak a
hindukhoz. Ha megnézzünk egy vallási térképet, akkor itt maradt kettő darab iszlám ebben a városban, itt kettő darab maradt, itt pedig egy darab maradt, itt pedig maradt kettő ebben, hát ezt senki nem akarja, ezt a várost, úgy látom valamiért. De nagyon szomorú. Mindegy, majd később fogunk arra fel terjeszkedni északra, kár, hogy ezt nem láttam korábban be, hogy oda már nem fogok tudni eljutni a vallásommal, és akkor sokkal inkább, hát Afrikát egyébként nem kellett volna átengedni a protestánsoknak. Ez úgy jó lett volna. Hogyha az egész Afrikát sokkal hamarabb vallásilag meghódítom. Tehát mindegy, ez a stratégia, ez a játékban, ez az ügyködés, ugye, hogy az ember próbálkozzon. Na jó, van, arra lennék kíváncsi egyébként, hogy most Korra menjünk rá, vagy esetleg Zedánra. Zedánnak nincs fala. Ja, de van. De az egy egyes szintű város mégis. Viszont 46 védelme van, azért elég durvák ezek a védelmi szintek. Kéne még egy számszerű jász egység minimum szerintem, vagy most már tényleg kéne valami katapult egység, nem tudom, mert most nulláról megint levelni egy város nagyon nagy munka lesz, illetve ne felejtsük el azt is, hogy itt van ez a enchantment. Nem tudom, hogy egyébként ezt van-e esélyem egyáltalán leverni. Lehet, hogy ezt egy kicsit meglöböltözöm. Rohadt sok élete van. Tényleg kezdő, ezt nem poénnak szántam. Én nem tekintem magam egyébként kezdőnek, mármint értem, hogy egy csomó mindent nem tudok még a játékról és az alapjátékkal játszom, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy az, hogy valaki a kezdő a civilizationben, azért azt jelenti, hogy semmit nem tud a játékról. Én meg azért végigcíveztem a Civilization 5-öt például. Most apró mechanikai kérdések vannak, amiket nem tudok a Civ 6-tal kapcsolatban. De a játék alapjait egyébként megértem, úgyhogy én ezt azért nem gondolnám így teljesen kezdőnek. Hát az biztos, hogy nem tőlem fogtok megtanulni játszani. Na nézzük, a printinget rohadtul ki kell fejleszteni, mert akkor az apostolnak a izéje, amit kapunk tőle, az, hogy 25%-kal erősebb lesz a vallásunk, az 50%-osra emelkedik rögtön, amikor a printinget kifejlesztjük, úgyhogy erre most mindenképpen rámegyünk. Ugye a nyomtatásról van szó. Egy városállamot valaki elfoglalt. Úgy látom. Szerintem Gábornak az lett a problémája, hogy nem pörgeted a játékot, mint mások, pedig ez így igazán élvezhető, hogy te játszol maraton módon. Ja, hát lehet, hogy ez van benne, nem tudom. Nem értitek, mit gondolok, mint akkor senki sem tudja rajtam kívül. Hát azt mondta, hogy szerinte, úgyhogy csak egy véleménye van Zotyának arról, hogy mit gondolsz. Az viszont miért ne lehetne? Na nézzük akkor. Lőjük az enchantmentet. Nem upgrade-elem ezt az egységet, mert amint rányomom az upgrade-et, majd nőni fog az élete, úgyhogy majd azt akkor csinálom, amikor egy kicsit megsérül.
Félek, hogy az apostolokkal nem tudom leverni így közvetlenül a misszionáriusokat, mert az tényleg az inkvizíció kéne. De na most itt ez a kérdés, hogyha ide jövök a bűnvárosába. Azt mondom, hogy csönk egy harmadik mentést, de itt egy V3-at. Na, és akkor ide jövök a bűnvárosába, és azt mondom, hogy terjesztjük a hitet. Akkor vajon megmarad-e a lehetőségem arra, hogy majd a következő körben ugyanúgy létrehozzak egy szent könyvet? Evangéliumot. Vagy mit? Kész van az új settlerünk. Hova kéne küldeni? Hova kéne küldeni? Azt mondja, hogy ide küldjem. Miért? Friss víz. Kit érdekel? Ez a regional yield. Jaj, hogy a környezetben három erős csempe van. Tök közel lennénk egyébként Nászírhoz, amit nem szeretnék. Ide értelmesebb dolog lenne küldeni, de itt egy csomó hátránya lenne, úgy látom a dolognak. Itt a vas, a bárány. Jó, itt vannak jó dolgok, meg egyébként ez egy sivatagos terület, ezt ne felejtsük el. Úgyhogy lehetne építeni ide szent helyeket. De hát itt van egyébként az alapfélszigeteknek a másik csücske. Itt van, mi ez, tömnyén, vagy mi a rák lehet, nem tudom. Csak az ikonját látom, valami kis füstölő dolog. Van itt puskapor, de azt elérnénk egyébként a bűnvárosával is. Vagy várjunk, csak nem pont nem érnénk el. Igazából szerintem ide lenne értelme valahova. Hát az biztos egyébként, hogy Afrikát már nem nagyon fogjuk meghódítani, mert itt már mindenki elterjeszkedett rendesen. Viszont, hogyha én ide akarom rakni a kisvárosomat, akkor azt hova kéne tenni? Itt az a kérdés. Mert például, hogyha ide raknám, akkor elérném ezt az oázist, ami segítene sokat abban, hogy kaját szerezhessek ezzel a várossal itt a sivatagban. Elérném később majd azt a gipszet, mert el tudok majd adni, vagy akármi. Itt lenne mellettem egy hal, amit tök jó lenne megint. Tehát nagyon sok mindent elérnék, amit szükséges lenne a fejlődésemhez. Később elérhetném akár a rákokat is. Szóval igazából mindent, ami értékes ezen a csücskön, azt elérném. És ráadásul egyébként egy tengerparti várost is építenék, ami azért fontos, mert akkor hajóra tudnánk szállni ezen az oldalon, a félsziget ezen oldalán. Úgyhogy szerintem ez egy jó helynek tűnik. Valamiért mondjuk ő azt akarja, hogy ideépítsek a fővárosom mellé, ez teljes abszurditás. Ugye a fővárosomnak a területeit vegyem el saját magamtól. Bár hogyha egyébként ideépítenék egy kicsit arrébb, akkor erről a afrikai csücsökről benyúlhatnék egy-két dolgot, de szerintem attól függetlenül ez a rész sokkal vonzóbb. Úgyhogy ide fogunk jönni az Arab-félszigetre, építünk még egy várost most már. Azért legalább az Arab-félszigetet uraljuk valamennyire. Na nézzük, csak a fővárosra most már library-t kéne építeni, úgy érzem. Egy kicsit visszaesett a termelésünk. De nem szabad sok settlert építeni velem, mert a végén az lesz, hogy nem lesz emberünk. Nagyon remélem, hogy akkor ezt az evangélium dolgot meg tudom majd csinálni még az apostolokkal. El kell szomorítanom egyébként mindenkit, mert ez a stream ez pont 6-ig fog tartani, egy perccel sem tovább. Mert nekem sürgős dolgom lesz utána rögvest. Úgyhogy lehet, hogy pár perccel, egy 2-3 perccel még előbb is abba hagyom majd. Úgyhogy ha valamit most félbehagyunk, akkor az félbe szagva teljesen. És nem lesz az, mint a legutóbb, hogy akkor ráhúztunk egy 40 percet. Milyen érdekes, hogy az enchantmentből most már nem támadnak ki.
De tök jó lesz elfoglalni. Basszus, az apostolokkal nem néztem meg azt, hogy na minden majd legközelebb. Szívem törted össze. Jó, azért nem kell. Most egyébként így is tök jó, hogy szívezünk egyet, és nem Minecraftozunk, mert láttam, hogy ezt többen szerettétek volna, amúgy meg mindenképp Minecraft lett volna, mert az lett volna a soron következő. Barátságos területen kellene, hogy ezt megcsináljam, az oké. Okay. De úgy látom, hogy meg tudom csinálni vele. Aha, nagyon király. Hogy terjesztjük a vallást. Jó. Jeruzsálem mikor lett iszlám? Hoppá! Találkoztunk a rómaiakkal. Örülök, hogy még életben vannak egyébként, ugye ők Dél-Amerikából jöttek. Sajnos nem látjuk őket a térképen. Addig nem terjed ki a világ térképünk. Akkor volt nem rövidebb stream, hanem elmaradt stream, amikor Wolfnak a szülinapja volt, és akkor oda mentem el. És akkor elmaradt egy pénteki stream, szerintem arra gondol. Mi a rák? Harcolhatnék ezzel az apostollal. De melyik az enyém és melyik az övé? Enyém a jobb oldali. És én jobban megszínám ezt a harcot, mint ő. Én miért vagyok gyengébb egyébként? Ó, várjunk csak, nem tudok végrehajtani egy ilyen izét, mert legalább három terjesztésnek kell lennie rajta. Ó, de viszont most megvan az előléptetése, két extra religion terjesztést kapok belőle. Bármilyen lehet, ezt elrontottam, basszus. Mert akkor kellett volna előléptettem, miután harcoltam az indiaiakkal. Bocsánat, akkor ezt újra, mert ennek rohadtul sok értelme lenne, hogy ezt akkor csinálom meg, amikor levertem az indiaiak apostolát, mármint harcoltam velük, nem tudom, hogy le tudom őket verni, de hogyha ez megtörténik, akkor utána promotálom, akkor vagy menet közben, harc közben nyomok rá egy ilyen promotiont, akkor utána ugye életet gyújtok vele, és azért lesz tök jó, mert akkor lehet, hogy még le is győzhetem, és utána visszaszerzem a várost, ugye, a plusz két darab hitterjesztéssel, nek hála, még egy darab hitet terjesztetek a városon, és utána pedig elnyomhatom azt, hogy akkor létrehozunk egy ilyen evangéliumot. Azt nem értem, miért lett volna Wolf hibája, az élet hibája, hogy akkor van a születésnapja. Hát az ő életének a hibája. Igen, ez abszolút az ő életének a hibája, hiszen nem az én életem kezdődött el akkor, hanem az övé. Úgyhogy tönkretette azt a napot. Nem volt stream. Gyalázat. Gyalázat. Na jó van, szerintem harcoljunk meg ezekkel az apostolokkal. Nézzük, mit tudunk ellenük csinálni.
Igen, és akkor látszik, hogy én sokkal jobban megszívtam. De hát kíváncsi leszek, hogy ők vissza tudnak-e támadni rám. Egyébként, hoppá. Lehet, hogyha ezt most így elrontottam, és ezek kinyírnak, akkor lehet, hogy most tényleg betöltöm az elmentést, mert ezt nem hagyom annyiban, ha ezt így elrontottam. Mert az a helyzet, hogy ez nekem annyira úgy, hogy én ezt, ennek a stratégiáját még nem ismerem, nem látom át. De nem tudom, hogy egy városban vagyok, akkor tudnak-e támadni apostolokkal engem. Vagy csak én tudnék kitámadni esetleg. De egyébként jobban belegondolva, egyébként fölösleges az egész hajcihő, mert látszik, hogy ezt az indiai apostolt nem tudom miért, de nem tudom leverni, rohadt erős. Fogalmam sincs, lehet, hogy az, aki támad, az gyengébb, vagy lehet, hogy az indiaiak valamilyen nagyon jó imádkozók, sokkal erősebb az istenük, erősebb villámokat szór, fogalmam sincs. Na nézzük, csak India szeretné tőlem a gipszet. Nyitott határokat is szeretne, és Gilgamesh ellen szeretne egy közös háborút. Mi mindent akar? Más nem kéne? És ezért adna nekem 2 aranyat. Na jó van, szerintem felejtsd el, Gandhi. A végén aztán megint én leszek lebaszva, hogy egy hadúr vagyok. Egyébként, basszus, itt megint egy apostol van Indiánál. Ezek mit művelnek? Ezek nagyon brutálisan nyomják a rohadt életbe. 2 apostolt is lehozott. Hoho. Hát gyerekek. Hát ingyen Settler. Hát mi a fene? Hát köszönöm, Görögország. Megyünk Afrikába. Na, itt pedig akkor létrehozunk egy várost, szerintem. Tehát az egyetlen probléma azzal, hogy ide rakom a várost, az, hogy nagyon közel lesz ez a városhoz, ugye 3 csempényire, de tulajdonképpen a... Szerintem nem gond, szerintem ez abszolút nem gond, ugye a tengeri vizet nem használnánk ki mindketten. Bár az igaz egyébként, hogy a rákokat elvenném tőle, és még ezt a 2 rákot közvetlenül tőle nyúlnám le, mondjuk ezt nem vettem számításba. Hogy ez a 2 rák, ez amúgy is meg lenne a bűnvárosával, mint nyársanyag. És igazából annak az előnye, hogy én ezzel a várossal itt telepedek le, egyedül az, hogy itt ezt a gipszet meg tudom szerezni. Viszont cserébe, hogyha azt mondanám, hogy például letelepedhetnék rögtön, közvetlenül. Hát illetve nem közvetlenül, de akár megtehetném azt is, hogy letelepedek közvetlenül a nyersanyagra, erre a luxus nyersanyagra, vagy ide mellé. Azt is megtehetem. Az azért lenne érdekes egyébként, mert akkor, ha ide teszem, akkor elérném ezt a 2 erdőt itt. Azt a 2 erdőt már nem érném el, de a bűnvárosával még elérném ezeket az erdőket, szóval nem maradna kihasználatlanul ez a tile. Bár ez a város nehezebben fejlődne, az biztos, és nagy a csábítás, hogy közvetlenül a luxus nyersanyagra rakjam le a várost, csak akkor nem tudnám ezt a nyersanyagot felupgrade-elni, és kevesebb bónuszt adna nekem. Úgyhogy necces a dolog. De szerintem inkább vállalom azt, hogy a bűnvárosától nem veszem el a rákokat, hiszen az amúgy is a birodalom részét képezné, hanem akkor jöjjünk le ide inkább. És egy kicsit nehezebben fejlődő várost fogok akkor létrehozni, ez tény. Ami ráadásul a legelején nagyon nehezen fog fejlődni, hiszen még nem tolja ki a határait egészen a félsziget szélére. De nem baj, mert hogyha egyszer megnő, akkor meg majd szépen hozza majd, amit kell. Hosszú távon gondolkodunk, a jövőben nézve tervezünk. Ezekkel már támadtam ebben a körben, oké.
Akkor az apostolla mi a helyzet, azzal is megvolt minden, akkor jött a következő kör. Nem tette tönkre azt a napot bányt, én amúgy sem tudtam volna itt lenni, mert el kellett mennem. Na, az tök jó. Akkor nem volt gond. There is no shame in deterrence. I conclude then this point touching upon the Na, power of kings. Okay, helyben vagyunk. Átmehetünk a monarchiára. Szerintem érdemes lenne megfontolni. Ugyanis több bónuszt kapnék. Az a védelmi épületekre 50%-os építési bónuszt kapnék, és plusz egy housing minden egyes falszint után. Nem egy nagy dolog. Befolyáspont 20%. Miért ránkodott? Ja, a nagy követek jobban jönnének, gondolom. Teokrácia sokkal jobban tetszene szerintem nekem. Később majd. De átmegyünk a monarchiára egyelőre. Ez mindenképp egy fejlettebb államforma. Na, és akkor itt megvannak ugye a jelenlegi dolgaink, elvesztettük a plusz egy production-t minden városba, de 3 darab katonai bónuszt választhatok ki, úgyhogy akkor lehet dolgozni ilyeneken, hogy... Mindenképp berakjuk azt, hogy a fenntartási költség az egységeknek csökkenjen. Defensive buildingekre plusz 100% production bónusz, az azt jelenti, hogy 50% plusz 100% bónuszt kapnék rá, minden városban pillanatok alatt felhúzok egy csettintésre, majd egy falat valószínűleg. És igazából azon gondolkodom, hogy a vízi egységeknek a növelését, 100%-os termelés növelését kihasználhatnám, mert akkor csinálhatnék ilyen halászhajókat talán majd. Egyelőre szerintem ez így jó lenne. Nem tudom, hogy kihasználnám-e ezeket a bónuszokat, de így tudnám elképzelni most jól. Oké. Na, akkor iszlám város lett most már a Bolond City is, és akkor a következő körben pedig az apostollal nyomunk egy evangelizálást. Újabb célt kell kiválasztanunk, kulturális célt, ami nem lehet más, mint egyébként ez a vallási cucc. Settler az mehet a dolgára majd, az nagyon király, azt behúztuk. És egyébként nagyon durva, de ezt a görög bázist, ezt le fogjuk verni nem sokára. És akkor onnantól kezdve a Vánnak a városa megnyílik előttünk, mint támadható. Pont. Végén legyél fasiszta, legyél fasiszta, please. Hát azt majd eldöntöm. Attól függ, hogy mi lesz jó. Nem biztos, hogy az akarok lenni. Mert szerintem az katonailag erős. Ó, ugye ezt még nem tudom termelni addig, amíg nem lesz ebből megművelhető föld. Sziki, ez a város most rendesen szív. Lehet, hogy veszek neki egy izét, egy építőt, egy buildert 900-ért. Nem tudok vele építeni egy izét, egy... Ja, mert nem víz mellett van, és így nem tudunk vele izét építeni, malmot. Ez szomorú, aha. Akkor a Granary-t viszont mindenképp meg kell építeni vele. 195 kör.
A leghaszontalanabb város a világon most jelenleg ez még. De nem baj, nem baj, mert lesz egy új városom majd később. Szerintem azért az a három pénz nem olyan sok a cukorért. Valamiért újra eszébe jutott ennek a pontnak, hogy tud lőni rám. Vagy eddig másokra lövöltözött, én nem tudom. Hú, Róma adna nekem csokit? Vagy mi ez? Kokát? Kakaó? Nagyon kell neki a cukor. Elfogadjuk. Na most volt értelme a fejlesztésnek, mert visszajött az összes élete ennek az egységnek. És akkor rámegyünk mindkét közelharci egységemmel erre az enchantmentre. És akkor most nyomunk egy... egy ilyet. És akkor 25%-kal erősebb lesz a vallásunk terjeszkedése. Na, ez rohadt fontos volt, és nem sokára 50%-unk is lesz. Basszus, rohadt két arany és semmi más nem ad ez a terület. Szánalmas. Borzasztó. A városunk nem fog nőni, hogyha ezt így hagyom. Mindenképp kell valamit csinálnom. Vennem kéne egy területet a közelben, vagy nem tudom. A bálna az talán jó lenne, adna nekem két kaját. Na jó, van, oké. Szerintem elértük a célt, nyomtunk egy evangelizációs izét, meg ilyenek, elfoglaltuk Bálintgrádot, illetve Ninivét, amit elneveztünk Bálintgrádnak. Nagyon szépen haladunk a görögökkel szemben, viszont én azt gondolnám, hogy akkor ingyen szettlerünk is lett. Azt gondolnám, hogy akkor a mai streamet abba hagynám, mert végtelenségig tudnám játszani ezt a játékot továbbra is, csak az a baj, hogy nekem tényleg mennem kell, és szeretnék még raidelni egyet mindenképpen. Úgyhogy szellemnek majd a rangját megpróbálom visszaállítani, amint lehet. És mindjárt nézzünk valamit, amit akire tudunk raidelni. Bár igazából szerintem most kiadjuk a raidet, mert nincs rá idő. Úgyhogy meg nem látok így hirtelen senkit, akit követek és játszana. Ha lenne ilyen, akkor rögtön rányomnék a raidet, de akkor most így nem fogunk böngészni. Hanem akkor azt mondanám, hogy akkor legyen vége a streamnek most. És mindenkitől elköszönök, azoktól is, akik stream, akik itt Twitchen, és azoktól is, akik YouTube-on nézik vissza ezt majd később. Ennyi lett volna már a Civilization ötözés és a mai nap. Mindenkinek köszönöm a figyelmet, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!